amikor túl civilizált már szinte a világ, akkor a ló nagyon sokat segít az embernek egy picit visszatérni abba a természetes közegbe, ahova mi emberek még mindig tartozunk. Délalföld szívében rejtőzik a mezőhegyesi Ménes birtok, több mint 200 esztendeje. 1784-ben második őset alapítottam. A napoleoni háborúk idején került hozzánk a törzsmén, Nónius Szenyor, és az ő utódai a világhír Nónius lovak. A Méneshez mehetsz bringával, gyalog vagy kocsival. Ő is megérkezett most. Szeretik az ember. Ritkán látnak kamerát, és kíváncsiak, érdeklődőek, úgyhogy jönnek és megnézik, hogy mi történik. A Nóniuszok néznek minket, mi pedig őket. Igazi ében fekete paripák, akik egykor harci lovak voltak. Itt ugye, azt látjuk, hogy itt olyan, mint egy kos. Igen, szépen lehet látni, ugye úgy mondjuk, hogy ez a hajlott orrhát, ami egészen az üstökétől, föntől, az orra végéig egy nagyon szép ívet ír le. Őt hogy hívják? Médike. Meg is ismered, hogy ő a Médike? Mert hogy? Miért pont? Mert ránézek és megismerem. Hát ugye mondjuk, nem érti, hogy miért nem értem, látod? Ezek a csodakedves Nóniuszok az osztrák-magyar monarchia hadizsákmányaként kerültek Mezőhegyesre. Akkoriban az egész Habsburg birodalom haderejét az határozta meg, hogy milyenek voltak a hadiparipák. Jól tudták, hogy az erdély és a magyarországi területek korábban hagyományosan nagyon erős lótenyésztéssel bírtak. Megérkezett. És hát ennek megfelelően ebbe a térségbe kerestek alkalmas helyet. Egy napos csikó. Még nincs egy napos. És már áll? Igen. Igen, hát ők felállnak a születés után nem sokkal, uh-huh. És szopniuk kell gyorsan, hogy kialakuljon mindjárt az immunitás, és egészséges, erős ló legyen a csikóból. A ma született kis csikóból akár jó versenyfogat húzó ló is lehet, hiszen manapság már nem harcra vagy igavonásra nevelik a Ménesben a lovakat. Leginkább a hobbi, illetve a sport. Uh-huh. Ugye modern kifejezéssel azt mondjuk, hogy a rekreációs tevékenységekben van helye, szerepe a lónak, a különféle terápiás célokra. Repszét, az újdonsült mamát egyáltalán nem zavarja, hogy látogatói vannak. Nagyon büszke a mezőhegyesi Ménes legifjabb tagjára. A két nagy folyó, mind a Tisza, mind a Duna érinti a régiót, sőt a Körösök vidéke is nálunk van, és hát talán a víziturizmus az, ami nagyon élénk itt ebben a régióban. Közben a több száz éves platánfa mellett sétál át a turista a Kocsi Múzeumba, és felpattan a Köbler hintóra, amely Európa szerte olyan híres volt, hogy Angliában már álcázták is, így Károlyi grófot is megtévesztették. A gróf háromszor annyit fizetett az angolnak hitt hintóért, mint hogyha a Köbler fiúktól megvette volna.